Megmutatjuk azokat az alapvető eltéréseket az idei konstrukcióknál, amik nagyon-nagyon szembe ötlök. Mindjárt egy Ferrari és egy Alfa Tauri egymás mellett szemből. Az idei 2022-es tervezési filozófia két teljesen ellentétes megoldása már, ami a szemből illeti. Vékony, hosszú orkup a ferrari -nál, rövid, széles orkup az Alfa tauri Ráadásul az Alfa tauri széles, szögletes formát kell nézni, miközben a ferrari -nál ugye nagyon le van gömbölyítve, hogy jövünk lefele az orkup felé, annál inkább gömbölyödik az egész. Aztán, ha megnézzük azt, hogy milyen alakú az első szárny, az Alfa a közepe nagyon felível, a Ferrari-nál szinte teljesen sík, és kifele lefele az oldalsó, két oldalsó vége fel a szárny, lapok fele, ejt lefele az első szárny íve. Érdemes megnézni a légbeömlőket fölül. A ferrari nagyon pici, a legkisebb, keskenyebb, háromszög alakú légbeömlő van a versenyző feje fölött, az Alfa Taurinál gyakorlatilag egy kémény emelkedett a versenyző feje fölé, mert hogy sokkal több hűtőlevegőt akarnak ők itt bevinni, kevesebb oldalt. Az oldalszekrényeket megnézve látszik az, hogy ez egy szögletes oldalszekrény, a ferrari nagyon komolyan magasra húzott, de keskeny, mint egy levélszekrény. Aztán oldalról megnézve Aston Martin, megint csak a Alfa Tauri, alapkoncepciók oldalsó hűtő bordák, az újtő szekrények teljesen magasan az Aston Martinnál végig, az elejétől a végig, az Alpha magasan indul ugyanúgy, ahogy az Astonnál, de utána végig hátrafele dől az egész, és ezt a lefelé ívelő rámpaszerű megoldást használja az Alpha taurin, amit egyébként mások is átvetek, de ez jellemzően a két nagyon nagy alapkoncepcióbeli eltés, de nem csak ezek vannak, ami az oldalszekrényeket illeti. Ugye látjuk a hűtőkopoltjukat itt, az Aston Martinnál mások is dolgoznak ezekkel a bevágásokkal, de nem mindenki ezt az irányt választotta, körülbelül fele-fele a csapatokban a tíz csapatokban csapatnál uh, ilyen uh, mértékben ilyen értelemben az eltérés. Aztán két másik csapat, a két tavalyi nagy uh, ellenlábos, ugye a Mercedes meg a Red Bull, megint csak különböző oldalszekrény megoldásokkal. A Mercedesnél ugye csak az első rész, ahol a légbeömlők kezdődnek, azok uh, mennek ki oldalra nagyobb mértékben, és utána az egész oldalszekrény az első harmadától követve szinte rádöntik az oldalára az autónak. A Mercedes is vágott már hűtőkoportjukat a második harmadik napon az autóra. Ezzel szemben a Red Bullnál nagyon mélyen előre nyúlva, egy olyan furcsa aeroelemmel kezdődik az oldalszekrény, viszont nagyon magasra fölhúzták, nagyon keskeny az oldalait, minden alatt a gyakorlatilag Lukas, és a vége, ugyanúgy, ahogy az, az Alfa Taurinál, aztán egy rámpaszerű lefelejtésbe kezdesz, picit a hibrid megoldás az Aston Martin és az Alfa Tauri oldalszekrény megoldása között, rengeteg, rengeteg ilyen érdekesség van benne, és akkor még két, ha már érdekesség került szóba, még két érdekes megoldás oldalszekrény szempontból, a Williams és a Ferrari megoldása, amire ja a Ferrari-t ugye is láttuk. A Williams-et gyakorlatilag ugyanazt látjuk, mint a Mercedesnél, azzal a különbséggel, hogy tulajdonképpen egy ilyen csontváz megoldást használtak. Ilyen -e még nem volt például a Form 1-ben. Berakták ide a hűtőt, és egy az egybe körbecsomagolták, alul-fölül nem húzódik semmi hátra, nincs előtte semmi, egy egybe egy hűtő, egy borítása, és onta ezen minden már rá van döntve az oldalszekrényre, ugye a Williams is utána nagyon sok hűtőkört középre centrálisan helyezett el, és a ferrari az érdekesség, nekik van a legszélesebb oldalszekrényük, nagyon magas széles bevágással, és ebben itt egy csatorna van elrejtve mindkét oldalt gyakorlatilag, mint egy két kisebb kádvet, két kisebb vájú helyezkedik el ebben a oldalszekrény csatornában, nálak is látszanak a vájatok, látszanak a kopótjuk, amik aztán utána a meleg levegőt vezetik. És ha már a meleg levegő kivezetés hátulról, megint csak két alapvető koncepcióbeli eltérés, McLaren, Alfa Romeo, ugye látszik az Alfa romeo -nál, középen a kipufogó körül teljesen rá van zsugorítva, rá van húzva, ami szinte vákuum csomagolva a középső rész a motorborítás, itt vannak a hűtőkopótjuk két oldalt nagyon hosszan, több mint 15 darab oldalanként, itt vezetik ki a meleg levegőt az oldalszekrényekből. Ezzel szemben a McLarennél nem látunk hűtőkopoltjukat, viszont látunk egy hatalmas megnyitást, ugye szemben az Alfa itt a centrális részen az autó gerincén gyakorlatilag, ők itt a kipufogó környékén hozzák ki az összes meleg levegőt, és ez már alapvetően befolyásolja az autó háta mögötti levegő áramlást, a diffúzor leszorító erőképzését és az egész autó körüli áramlási viszonyokat. ezek az alapvető koncepciókbeli eltérések rengeteget lehetne még sorolni, Ádám, ha még beszélgetni is fogunk szerintem róla, de ha első ránézzünk az autó akkor ezek azok, amelyek feltűnnek.